dolgot fogok mondani, és kérem szépen a mögé való magyarázatot. Isten ismeret, Isten tisztelet, Isten keresés. Amikor Isten ismeretet mondunk, akkor nehéz helyzetbe kerülünk, mert a világnak is csak egy részét tudjuk megismerni, azt jelesül, amihez megfelelő eszközünk van, mert én például a sejtekkel és a génekkel nem tudok mit kezdeni, a hétköznapi életben nem találkozom velük, olyan műszerek kellenek, amelyek csak a szakembereknek állnak rendelkezésükre, és ebből kiindulva, eljutok oda, hogy a világnak az a fele, ami van, csak én nem tudom érzékelni, az egy megfejtendő világ, és leginkább az Isten, aki pedig a teológia és filozófia szerint nem is része a megismerhető világnak az egyik oldalon, olyan megközelítésben, ahogy az ember bármit megismerhet, aminek megalkotható az eszköze, amivel a mikroszkópja, a mérőszalagja, a kémiai eleme, amivel előcsalogatható egy titok. Az Isten nem csalogatható így elő, mert ugyan sok minden van, ami a hívő ember számára ráutal. A világban lévő rend, a világban lévő esztétika, célszerűség, és valóban kiszámítható logikai elrendezés. Az ember ebben azt mondja, hogy az anyagról, magáról ezt az intelligenciát feltételezni, ahhoz körülbelül ugyanakkor a hit kell, mint hogy egy láthatatlan mindannyiunk felett való, örökké való elmét feltételezzünk, ami a világban akar valamit, van célja, és annak a megalkotásában van esztétikai élmény is. Az anyag egy következő lépés, amikor mindez az anyag működésében, mozgásában, alakulásában elindul, de mindig keressük azt, aki mögötte van. Na most, ha az egész mögött van valaki, aki ez nincsen, nekünk eszközünk, mert csak ráutaló jelek vannak esetleg, akkor komolyan vesszük az életünknek azt a részét, ami eszközé is lehet, ez pedig a hit. És arra kell gondolnunk, hogy a hit nélkül elképzelhetetlen az egész élet, de a hitnek az emberek túlnyomó többsége csak az egyik oldalát veszi igénybe, a hétköznapi élet ben való eligazodáshoz használja a hitét, a hitben pedig több van, mint ahogy az emberek közötti békének alapja, hogy foglalkozunk a szeretetnek a kérdésével, ami több, mint a másik ember elviselése, és eljussunk a szerelemig, ami titok lesz mindenki számára, miért pont azt a valaki szereti meg örökké való szerelemmel, a másik is miért azt keresi minden kapcsolatában, miért annak a hiányától szenved. És ugyanígy van, hogy a hitben sok mindent használunk azért, hogy a kutatásunknak eredménye legyen, hiszen a hitben benne van a tévedés kockázata is, de ugyanakkor nem lehet elindulni a kutatás útján anélkül, hogy ne lenne hipotézisünk. A hipotézis az pedig még nem hit, de mégis annak valami csírája. Van valami, amit feltételezünk, és elindulunk, lehet, hogy oda jutunk el a becsületes kutatással, hogy vagy az eszköz, amit választottunk, rossz, vagy tényleg nincs az út végén semmi.
és az is egy üzenet mások számára. Na most egyesek találtak valamit az út végén, fennen hirdetik ezt, és ezért akik nem találtak, azoknak el kell ezen gondolkozni, hogy ők miért nem találtak, illetve akik találták, azoknak az élet nagy pillanataiban újra kell indítaniuk ezt a vizsgálatot, mondjuk itt van Auschwitz, amelyhez mindig visszatérünk, vagy itt van a gyerekeknek a halandósága, gyógyíthatatlan betegség. Hol című és hol van ilyenkor a szerető isteni lény, amire nem tudunk mindenkit kielégítő választ adni, pláne nem tudunk egy szülőt ezzel vigasztalni, de ugyanakkor ott van valahol. És ugyanakkor pedig én nem tartom rossznak azt, hogy az Isten ismeret, Isten keresés közben az ember újra és újra egy titoknál áll meg, és azt kell mondani, hogy kész, innen nem tudok tovább menni, nincs válaszom, vagy még nincs válaszom, vagy nem is tudok válaszolni mindenre, mert mihelyt azt mondom, hogy az Isten jó, például rögtön elérkezem a bűnnek a gondolatához, és ha mindent ő teremtette, hogy ezt helyesen a teológia feltételezi, akkor neki kellett a gonoszt is teremteni, és vannak erre utaló bibliai helyek is, amik azt mondják, hogy ő az, aki teremti például a hadi ötleteket is, amik mind ezt az életveszélyes életet még elviselhetetlenebbé teszik, de hát ő teremti a gyógyulást is, ő teremti a vírusokat, de ő teremti a vírusok elleni harcnak az eszközeit is, és az ember olyan helyzetben van, hogy mérlegelnie kell például akár azt is, hogy költ-e a vírusokra elegendő pénzt, vagy pedig a propagandára költ, vagy felhasználja a vírus elleni harcot egyéni meggazdagodására, ahogy ez most jelenleg van. Hullarablásnak kell neveznünk, bűnöző politikusok kezében van a vírus elleni harc, és sosem tudjuk, hogy a döntések, amiket hoznak, azok a mi javunkat szolgálják-e, érdekünkben történnek-e. És ez is benne lehet a játékban, az Isten által biztosított szabadságban, hogy az egész dolgot el lehet fuserálni. Tehát az Isten ismeretben végül azt mondhatom, hogy annyit ismerhetünk meg belőle, amennyivel kapcsolatban akarja, hogy ismereteink legyenek. Tehát amiben elárulja önmagát direkt. És ez az egyik fele, a másik pedig, hogy amennyire akarjuk őt megismerni. Ki nem akarja őt megismerni, az is persze beleszaladhat abba, hogy Isten élménye van, és szordulatot idéz elő az életében, de ki kényszeríteni azt, hogy ő előjöjjön a rejtőzködéséből, azt nem tudom megoldani, mint ahogy meg tudom oldani, hogy egy anyag bevallja, hogy ő aranye vagy nem. Ezt a királyvízzel mindenképpen el tudom érni, ugyanígy nincs királyvizem arra, hogy Istent megismerjem. És ő személyesen szokott mindenkinek megjelenni, hogy mindenkinek más az új lenyomata, hogy mindenkinek más az Isten élménye, vagy Isten tudása is. De hát azért joga van, és igaza annak is, aki felkiabált rá, mert ott volt Auschwitzban, vagy ott volt a szörnyűségek szörnyűségén, és ok nélkül, és fájdalommal, akkor hol tetszett lenni az Istennek? Azért bonyolult a kérdés, mert mihelyt egy ügyben kifogásoljuk azt, hogy ő miért nem avatkozott be, fölszabadítjuk ezt a kérdést, hogy kell-e ő neki felettesénként, vagy felnőtt szülőként beavatkozni az ember életébe.
amikor ezt az emberek is megoldhatnák. Tehát Auschwitznak nem kellett volna bekövetkeznie. Voltak, akik ráébredtek, későn ébredtek rá, hogy nem figyeltek oda a dologra, vagy ők maguk is fertőzöttek voltak az antiszemitizmus szörnyűségében, csak mondjuk Auschwitzig nem jutottak volna el, de ez egészet tűrték anyagi megfontolásból, hát ma is létező nagyszerű üzemek, azt hiszem, mint például az IKEA, vagy mások együttműködtek, vagy akik öltöztették a náci hadsereget, ma is piacon lévő nagyszerű divat meghatározó társaságok. És vajon felelőssé lehet-e őket tenni abban, hogy Auschwitz bekövetkezett? Részben igen. Mint ahogy ma itt, ugye a mai nappal lépett életben az, hogy azok az orvosok és egészségügyi dolgozók, akik önként nem írják alá, hogy őket átminősítik egy olyan fajta hatalommal való együttműködésre, amiben csak rosszul tudnak járni. Aki önként ezt nem írja alá, az mai naptól kezdve nem léphet be egészségügyi intézményben. Na most voltak, akik így tettek, de a többség nem így tett. Pedig ha minden orvos megtagadta volna az aláírást, akkor a hatalomnak meg kellett volna hátrálni. Na most hol van itt Isten? Tehát akkor mondjuk azt, hogy van egy szint, amin túl Istennek be kéne avatkozni, és be kéne látnia azt, hogy az ember nem tud nagykorú lenni. Ő pedig abból indul ki, hogy itt ezen a kis próbatelepen, ezen a tűhegynyi pontján az ő világ mindenségének, ami a Föld, nem az egészben, nem az egész naprendszerünkben, amiből több van, legalábbis többet ismerünk, nem az egész világ mindenségben kéne átvenni tőle a hatalmat, de itt ezen a homos tűhegynyi helyen vegye át az ember, mutassa meg, bizonyítsa be Istennel szemben, hogy ő jobban tudja a világot igazgatni, és Isten nem akar beleszólni így. Most egyszerűség kedvéért mondom, a teológia eljut oda, hogy kell lennie végén egy kiegyenlítő modulnak, ahol Isten megmutatja, hogy milyen lett volna, ha ő irányítja az egészet. De hogy ez csak a végén, az idők végén a program lefutása, a program fusson le generációkon át, hogy mennyire van tervezve, nem tudom. Már elég régóta mondogatjuk valamennyien, hogy minden eszköz megvan arra, hogy felszámoljuk önmagunkat. Én hívő emberként azt mondom, hogy akkor lesz vége, amikor Isten azt mondja, hogy na jó, elég, akkor így zárjuk le. És akkor nézzük meg, hogy működött volna, ha ezt ő irányítja, és nem mi. És akkor ennek nincs már többé az a kockázata, hogy mi ezt elfuserálhatjuk, mint ahogy nagyon jól látjuk, hogy a pillanatnak élő politikusok hogy rontják el egy népnek az esélyét, mint például a miénket elrontották a rendszerváltás után. 30 évvel új rendszerváltásban kellene gondolkodnunk, de azzal a fájó meggyőződéssel, hogy egy új rendszerváltást is képesek leszünk elrontani. Én nem hiszem, én nem találkoztam még Istennel, tehát nem vagyunk egymásnak bemutatva, amit nem is bánok. Mert ha van, akkor rosszul csinálja, amit csinál. És mit ő mi atyánk? Nekem egy rossz apám volt Békeporaira, de attól ő még nem. Ki az ott? Mi az ott? Valami ilyen felhőszerű valami? Érdekeset mondtál, mert attól, hogy rengeteg kritikád van édesapáddal kapcsolatban, és sokkal jobban örültél volna egy jobb apának, azon túl, hogy szerepet játszott abban, hogy te megfogadj, és azon túl,
valami különös módon hordozta azokat a tulajdonságokat is, nem csak édesanyád, ő is, amitből te fölépültél, és nem olyan lettél, mint ő. Lehet, hogy volt életednek olyan időszaka, amikor elsodródhattál volna abba az irányba, de szerencsére voltak olyan hatások, mondjuk a fivéred, aki szintén ugyanabból az ágyékból származik, és ő sem olyan lett, mint amilyen az apja volt, sőt az apja helyett bizonyos dolgokat megoldott, és titok maradt, hogy hol lappangott édesapádban az a tulajdonság, ami téged bizonyos szempontból csúcsra röpített, és értékes, szerethető más emberré tett, mint amilyen ő volt. És mintha az Isten is azt mondaná, hogy nem versenyzünk, legyél jobb, mint én. Én nem tudom. Voltam néhányszor a tempomodból, azt szerettem a legjobban, amikor egy hordó tetején lehetett kívánni és meggyújtani gyertyákat. És te meggyújtottad, és üzentek vele azok, akik ott voltak a padokban. Ez valami olyan, ami emberszerű, és azonosítani tudom azzal a fajta jó indulattal és segítéssel, ami sugárzik körülötted, és az engem ott boldoggá tett akkor. De nekem semmi fajta felhőnülő atya nem rendelkezhet semmivel, ami bennem van, mert nem kaptam tőle semmit. Hát vagy amit van, arra úgy gondolsz, hogy ez magától lett. És lehet, hogy mégis ő adta, és csendben bólogat mögötted, amikor azt mondod, hogy ez magától lett. És azt mondja, hogy hát nem magázódunk, tegez nyugodtan, tehát mond nyugodtan egyszer azt, hogy ez tőled lett, nem magától lett. De most ez csak tréfa, de benne van az ő láthatatlanságában az a az a taktika szerintem, hogy az ismerje meg őt, aki ismerni szeretné. De most valahogy úgy van ez, mint a szülőkkel való viszonyokban is, hogy az ellen mit sem tehetsz, hogy ki nem szedt téged. Ez megtörtént. És vannak olyanok, akik soha többé nem is találkoznak azokkal, akik tőlük származtak, és viszik tovább mégis mindazokat, azoknak az értékeknek a tárát, amikből ők szerethető emberré lesznek, de a teremtsünk embert bibliai mondat, amit Isten mond, és arról szól a többes szám első személy, az nem fejedelmi többes, még nem az angyaloknak szól, akik nem alkotó társai az örökké valónak, csak eszközei, csak segédei, akik a mesternek a döntéseit hajtják végre, az embert kivéve, mert az ember a teremtő társ legalábbis önmaga megalkotásában. Tehát a teremtsünk embert az arról szól, hogy akkor leszel igazán két lábon járó földi emberré, Isten képének a hordozójává, vagy Isten modelljének a megvalósítójává, ami akár vitatkozhat, feleselhet is vele, ha ebbe te is beleraksz valamit, és ha nem raksz bele, akkor ez csak egy biológiai történet, vagy az a feletti vita, hogy akkor van-e valaki, aki téged nemzet, azt mondod, nem láttam, nem tett hozzá semmit ahhoz, aki én vagyok, hogy mennyi százalék az, ami az örökítő génben van, ahhoz képest, hogy mivé lettél, ezt én nem tudom meghatározni, meg ez egy szubjektív döntés is, de tény, hogy nem leértékelhető az, akitől ered az ember akkor is, hogyha kihúzódott az életedből. Ő hit benned, vagy hisz változatlanul, vagy a féle apaként, aki megérti, hogy nem szerethető, vagy nem elfogadható. Hát hány ilyen apa van, aki,
aki eltűnt a gyereke életéből, esetleg azért, mert az anyával való örökös vitát nem tudta jól kezelni, vagy esetleg kamasz gyerekéhez nem volt kulcsa, és eltűnt onnan, azért titkon mindig megnézi a Facebookon, hogy hol tart a gyerek, és büszke rá, ha eredményeket ért el, vagy abban a körben, ahonnan nem jönnek vissza a hangok, mindig elmondja, hogy ez az én fiam, vagy az én lányom, és én gyönyörködöm benne. Én nem tudom megmagyarázni magamat neki, meg úgy érzi, hogy leszerepeltem előtte, tehát akkor nem zavarom köreit, de azért én hiszek benne, meg büszke vagyok rá. Mi a templom? Milyen tér az? Mire kell? Mi történik ott? Miben más, mint egy lakásnak az egyik jól ápolt területe? A templom egy olyan közös nevező kellene, hogy legyen, ahová, és majd mindjárt mondok ilyen helyeket, ahová valamennyien ugyanazokkal a feltételekkel léphetünk be. Milyen a vasútállomás váróterme is. Most valaha az ember kimegy a nyugati vagy akár a keleti pályaudvarra, valaha komoly energiát fektettek ebben művészek is, hogy ne csak praktikus legyen a váróterem, hanem nyújtson esztétikai élményt is. Meg lehet nézni, hogy milyen falburkolatok, ablakok, milyen rajzolatok vannak benne, egy régi pályaudvar, máig lehet gyönyörködni és felfedezni Eiffelnek a hatását a nyugati pályaudvaron például. És nem jellegtelen, nem sivár, nem semmit mondó. De éppen a sivár semmit mondó metróállomás is lehet üzenet arról, hogy ide bárki bármilyen feltételei vannak, bejöhet, mert mi nem szabunk neki semmiféle feltételt. Előfeltételt ahhoz, hogy belépjen. Most a templom egyrészt, ha túl zsúfolt értékekkel, annak is van üzenete, mert az azt üzeni, hogy kimondani nem tudjuk, milyen gazdagnak képzeljük az örökké valót, de hát gics lesz belőle, és az örökké valót nem úgy képzelem el, hogy jól érzi magát ebben a környezetben, hanem ahogy te, ő is leginkább talán azért nem lép be, mert fél belépni abba a térbe, amit neki találtak ki, és ami taszító és rideg, és sokkal jobb lenne, ha a templom olyan találkozási helyé válna, amiben egy gyerek nyugodtan babázhat az Isten tisztelet alatt a padon, másik elszúnyogkálhat, a harmadiknak a lábánál ott ülhet a jól nevelt kutyája, ilyennel is próbálkoztunk már, és sajnos mindig belefutottunk, hogy nem a jól nevelt kutyások próbáltak állattal együtt jönni, és akkor az Isten tisztelet arról szólt, hogy mindenki kergette a neveletlen vagy megriadt ebet, és valahogy mindenki megpróbálta valaminő módon megszervezni azt, hogy akkor jó, hát legyen a kutya is, ha már ennyire ragaszkodik ehhez a gazdája, de hát semmi másról nem szólt, mint hogy mindenkinek ez volt a feladatot. Tehát vagy mondok mást, az iskola is egy olyan találkozás, hogy nem lenne szabad, hogy féljünk. Tehát azok a ilyen és olyan emlékem is van az iskoláról, de az, amiben általános iskolában jártam, már akkor több mint 100 éves volt. Az úgy eltelt 50 év, vagy több mint 50 év, egy fél évszázad. De ezek között, a helyek között voltak olyanok, ahol a lépcső, az álmos fordulók, én szerettem mindig a tanítási óra alatti csöndet kint a folyosón, tehát ha mondjuk kizavartak nem megfelelő viselkedés miatt, én jól éreztem magam oda kint. Mert egy hatalmas élmény volt, hogy az ajtók mögött hát zajlik a
a keserves kínzása a lelkeknek, és én pedig itt szent békében kószálhatok a folyosón, eközben milyen felemelő érzés ez. Tehát az iskola olyan hely kellene, hogy legyen, mint egy otthon, egy második otthon, ahová szívesen megyünk. Van pedagógus lányom, és méghozzá jó pedagógus. Az ő környezetében a gyerekek általában sírnak, amikor eljön a nyári szünet, hogy nem jöhetnek, és könyörögnek, hogy nyáron is hadd jöjjenek vissza az iskolába. És ha templom, akkor egy ilyen templomban gondolkodom, ahová ünnep legyen eljönni, találkozás helye legyen, és olyan hely, ahol ez alkalmas arra, hogy megbeszéljünk nem csak elvont örökké való dolgokat, hanem hogy ez hogyan érinti a mindennapjainkat, ahol megpróbálunk úgy töltekezni a következő hétre, hogy ezzel mehessünk haza, hogy most erőt nyertünk arra, hogy hegyeket mozdítsunk el, akár hogy ki tudtuk magunkból beszélni azt, ami egész héten foglalkoztatott minket, hogy találkozzunk azokkal, akiket szeretünk, és akkor mindig a jeruzsálemi templom jut eszembe, ami erről szólt, hogy oda legalább évente háromszor, többször is föl lehet menni, de évente háromszor menjünk fel, és ott nem csak az örökké valóval találkoztunk, hanem egymással is, és a fölvezető 15 utolsó lépcsőnél megállva elénekeltük a lépcső énekeket, és mire följutottunk a térre, ahol beléphettünk abba az udvarba, mert abból is volt vagy három. De az elsőben mindenképpen bárki bemehetett a maga kapuján, mert külön mentek a nők és a férfiak, hogy tényleg ne egy karnevál vagy buli legyen a dologból, hanem mindenki szentséges dolgokkal is foglalkozhassék elmélyülten, magába tekintve. Már én az ellen sem emelek kifogást ma már, hogyha egy koedukált templomban kell gondolkoznunk, még az én gyerekkoromban is külön padban ültek a nők, külön padban a férfiak, aztán lassan kezdett lazulni az egész, és párok ülhettek egymás mellett, és ez jó volt, ugyanúgy családi hangulatot árasztott. Szóval kitalálni azt a helyet, ahová hazamegyünk, amit siratunk, amikor az ellenség elpusztít mindent, amiben vannak értékek is, persze, mert a jeruzsálemi templom épület része is aranyjal bevont, válogatott fa és kő építmény volt. Ugye ma csak a sirató falat, a kótelt, a nyugati falat ismerjük igazán, de az is a kerítése is volt, a templomnak része volt ennek az egész élménynek. Tehát hazamenni oda és együtt lenni azokkal, akiket szeretünk, már a mennyországot is így képzeljük el, amiben nem kell más élmény, mint az, hogy együtt vagyunk azokkal, akiket szeretünk. Én azt mondom, hogy zsinagóga és templom, mi rezonál benned? Ugye zsinagóga az szó eredeti értelmében nem templom, az csak egy tanulóház vagy imaház, ahová összejövünk, de ma már templomnak nevezzük, semmiben nem különbözik a keresztény vagy más vallású templomoktól. Találkozási hely az. Ugye a zsidó elgondolás az volt, hogy templomból elég egy, ahová mindenki jöhet mind a 12 vallásból, mert a 12 törzs az 12 féle embercsoportot is jelentett, mind a 12 szektából jöhet bárki oda, az egy gyűjtőhely, és aztán külön ki a maga szektájában, vagy azon belül is az alszektákban
ugye régi zsidó vicc, hogy Robinson felismeri, hogy ő zsidó, és épít két templomot, és megkérdezik, mikor megtalálják, hogy miért épített kettőt, és mondja, hogy az egyik, amiben minden szombaton járok, a másik meg arra kell, hogy oda soha ne tegyem be a lábam. De ez egy zsidó gondolat, és Mózes megengedő ebben, és azt mondja, hogy jó, hát 12 félék vagytok, és azon belül is 12 féle mindegyik, de legyen egy hely, ahová mindezt félretéve azért jöttök, hogy átérjétek az összetartozás nagy élményét, és jó egy ilyen szigetfesztivál, vagy egy ilyen nagy kempingtábor, ami ilyenkor kialakult Jeruzsálemben, amiben hát némelyek szállodába mentek, mások meg a Gecsemáné kertjében húzták fel a sátrukat. Még egy kérdés. Ki írta a Bibliát? És az csak szép irodalom? Hát körülbelül 40 szerző munkája, szerkesztőket nem is számítva, vagy azokat, akik részleteket dolgoztak be, és a szerkesztők aztán ezeket is beemelték. Vannak köztük versek, receptek, szövegtöredékek is, de mondom, körülbelül 40 nagyobb szerző van benne, antológia. A Biblia az csak azt jelenti, hogy könyvek. Nincs semmi más hozzá fűzve. Időszámításunk után 100 körül zárták le a kánont, épp most van mögöttünk Purimnak az ünnepe, ami felett az utolsó pillanatig vita volt, mert ez az egyik könyv a Bibliában, amiben egyáltalán nem fordul elő Istennek a neve. Tehát mintha ezt olyanok írták volna, akik nem tartották fontosnak megvallani, hogy ám, de a történelem ura az örökké való, hanem ezt rábízták az olvasóra, hogy azokat a szálakat, amelyekből a történet összeszövődik, azokat úgy bogozzák, úgy szőjék, úgy rakják egymás mellé a színeket, hogy abból kiderüljön, hogy nem Mordehály vagy Márdokeus, nem Eszter, Hadassa, az, aki a törvényt irányítja, és mégsem nem is Szerxész, Ahaszvérusz, vagy Hámán, pláne itt kéne most dobolnunk, és az ő neve ne is említessék, mert ők mind az adott történelem szereplői, Hámán is, aki ki akar minden zsidót írtani, mert nem hajtanak előtte térdet, vagy nem hajt Márdokeus egy embernek a nyakassága és gerincessége egy egész nemzetisége. Sodor bajba az örök probléma, hogy szabad-e nekünk a hatalommal, az aljas gonosz hatalommal szemben egyenes derékkal megállni, vagy be kell hódolnunk azok érdekében, akiket vezetünk. Eszter könyve szerint nem kell, nem szabad behódolnunk, hanem bízni kell abban, hogy az örökké való mellé áll azoknak, gyönyörködik azokban, akik kiállnak az ügyeikért. És hát ők írják a Bibliát. A Bibliát mi írjuk, a Biblia mi rólunk szól. Akkor is, hogyha az adott szöveget valaki most applikálja, helyzetre alkalmazza, ha nem szamárháton, hanem drótszamáron, azaz biciklin érkezik a főhős, vagy trolibuszon, ahelyett, hogy harci szekérre ülne, vagy gyaloghinton hordoznák. Játsszuk, mint az ember tragédiájában is, Madács jeleneteiben. A történeteket mi játsszuk, mi éljük le, akár hiszünk Istenben, akár nem. És körülbelül ugyanaz a nagy közönségnek a viszonya az egész történethez, hiteles-e a mi játékunk, vagy nem. Ha hiteles, akkor megbecsülnek bennünket, akkor úgy érezzük, hogy valami élményt adtunk, és ők más emberként térnek vissza a saját kis színpadjukra. Én rajtad kívül nem ismerek megint mást olyat, aki egyforma szeretettel lép be zsinagógába és templomba. Hát nehéz volt? Nem. Az a helyzet, hogy azt mondom, hogy zsidó lelkem van, igazat mondok.
Ha azt mondom, hogy ez apai ágról sikerült fizikailag vagy biológiailag, és ezért halahikusan nem számítok, legfeljebb a Nürnbergi törvények alapján számítok zsidónak, hogy ez egy sajátos helyzet, amin nem tudok változtatni. Lehet, hogy szívem szerint változtatnék, s ha igen, akkor a zsidóság felé lépnék egy nagyobbat, és tudom, nem szabad azért lépni, mert ne azért legyen valaki zsidó, mert együtt érez a sokat bántott zsidósággal, hanem mert mindenben a szerint akar élni, gondolkodni, ahogy ezt az örökké választott népének adta, illetve hát azt is tudom, miért nem mondanám ki, hogy nem vagyok méltó arra, hogy oda tartozzak, és hogy Isten hova számítja az embert, az egy másik kérdés persze, de zsinagógába belépni, vagy Izraelbe elmenni, az nekem mindig hazatalálás.